Sziasztok, Kövesdán Gábor vagyok, és a FreeBSD-ben fejlesztettem egy projektet a reguláris kifejezésekkel kapcsolatban, és ezzel kapcsolatban fogok nektek mesélni, kicsit ilyen case study jelleggel, illetve hát szeretném, hogy betekintést is kapjatok a FreeBSD fejlesztésébe, hogy milyen szempontok vannak, amikor ilyen szabad szoftvereket fejlesztünk, illetve ezen kívül pár ilyen gyakorlati szempontot is szeretnék kiemelni, amikor hát reguláris kifejezésekkel programozunk valamit. De először pár szó magamról, hogy mivel foglalkozom. Itt végeztem a Műszaki Egyetemen mérnök informatikusként a BSC képzésen, most csinálom az MSC-t, és ami a FreeBSD-t illeti, azzal 2006-tól foglalkozom különböző területeivel. Kezdetben a csomagkezelő rendszeren és a dokumentáción dolgoztam inkább, illetve a magyar fordítást is én kezdtem el. Most pedig jelenleg a fókusz az leginkább ezen a reguláris kifejezéses projekten van, hogy szeretném ezt kicsit így kioptimalizálni, meglátjátok, hogy milyen szempontok alapján, illetve a FreeBSD dokumentációját, ami docbookban van írva, de még a régi SGML-es docbookban, azt szeretném egy kicsit szintén így felújítani, mert azért a kimenet meg a minőség tekintetében ott még vannak kívánalmak, pedig a jelenlegi technológiákkal azért jobbat lehetne csinálni. Na, hát akkor kezdjük el a témát. Ugye nézzük át az alapvető fogalmakat először, ami szükséges ahhoz, hogy megértsétek az előadásnak a lényegét. Ugye mik azok a reguláris kifejezések? Hát ezek ilyen szövegminták, amik illeszkednek bizonyos szövegrészekre. Ugye, hát megnézzük a felhasználást, ott alul a dián, tipikusan ilyen keresési funkciókra alkalmazhatóak, vagy pedig validálásra. Tehát például megadunk egy mintát, ami az e-mail címekre illeszkedik, és akkor meg tudjuk nézni egy programban, programozott módon, hogy az az e-mail, az olyan formátumú, amilyennek kell lenni. Tehát, hogy valamennyi karakter, utána ugye jön egy kukac, és akkor mondjuk a domain név az megint valamennyi karakter, utána kötelezően egy pont, és utána a végződés ugye az megint kötött, hogy mi lehet a vége. Tehát erre például lehet írni egy ilyen reguláris kifejezés mintát, és akkor ezzel ezt ellenőrizni. A szabvány szerint kétféle reguláris kifejezés van. A BRE, azaz Basic Regular Expression, és az ERE, azaz Extended Regular Expression. De olyan nagyon jelentős különbség most az előadásom szempontjából nincs köztük, úgyhogy az ERR-ről pár szóban, ugye egy adott karakter az saját magára illeszkedik általában, tehát hogyha azt adom meg, hogy alma, az olyan, mintha egy sima fix szöveges keresés lenne. És akkor ezen kívül vannak ilyen speciális karaktereink, például a pont, ami akármilyen karakterre illeszkedik, vannak ilyen énharak, vagy ilyen horgonyok, úgy mondhatnánk ugye magyarul, ami a szöveg elejét meg a végét jelöli ki, a sor elejét, végét. Aztán zárójelekben, ezen szögletes zárójelekben megadhatunk karakterhalmazokat, az azt jelenti, hogy oda egy karaktert várunk, ami arra illeszkedik, illetve normál zárójelekben részkifejezést, lehet egy adott elem, az opcionális, ezt jelöli a kérdőjel, másképpen fogalmazva nulla vagy egyszer fordul elő, lehetnek ismétlődések is, ahogy lejjebb látjátok. A csillag az nulla vagy akárhány, a plusz az egy vagy akárhány, és akkor lehet ilyen szögletes zárójelekben konkrét dolgot is megadni, ugye, hogy ha csak egy szám szerepel, az a minimális, nem, az bocsánat, az exakt, tehát hogyha ott egy, az a legelső példát, ha látjátok az ismétlődéseknél, ott az n az azt jelenti, hogy pontosan n-szer kell ismétlődni annak a részkifejezésnek. Az M vesző, ugye az azt jelenti, hogy minimum M-szer, és attól akárhányszor lehet még, illetve megadhatjuk konkrétan az alsó-felső határt is. Aztán van még ilyen, hogy alternatív elem, ugye hogy az a kis pálcika, az azt jelenti, hogy alma vagy körte. Illetve hát ezt most zárójelbe kellett volna tenni, mert ugye így most csak az arra meg a kára vonatkozik. És igen, hát fontos még tudni, hogy mi az a POSIX szabvány.
Ez a szabvány, hát ugye abból jön, hogy Portable Operating System, tehát az operációs rendszereknek az alapvető függvényhívásait, illetve alapvető koncepcióit hivatott definiálni, hogy ezek ugye minden operációs rendszer, ami azt mondja magáról, hogy POSIX kompatibilis, azon úgy kéne, hogy legyenek implementálva. És ez a POSIX szabvány, ez definiálja ezeket a reguláris kifejezéseket, ugye ezt a szintaktikát és szemantikát, amit az előbb elmondtam, de nem csak ezt definiálja, hanem egy API-t is definiál hozzá a standard C könyvtárban. Ezt látjátok itt alul, ugye négy ilyen függvényhívás van, a regcomp, az lefordít egy ilyen reguláris kifejezést, ami egy normál C stringgel van megadva, tehát egy nullra végződő karaktertömbbel, ez a második paraméter, és hát ezt lefordítja egy belső reprezentációra, amit meg egy ilyen regext típusú struktúrában tárol el, és az a utolsó int argumentum, az pedig egy ilyen flageknek a flageket tároló változ, amik különbözőképpen befolyásolják ezt a dolgot. Aztán, ha már megvan ez az előfeldolgozási lépés, akkor a regexec hívással tudunk konkrét szövegeket illeszteni erre a mintára, hogy most ez illeszkedik vagy nem, és akkor ez ugye visszaadja azt, hogy illeszkedette, és ha igen, akkor azt is meg lehet belőle ebből a regmatch t argumentumból állapítani, hogy hol, illetve itt is vannak egyéb flagek, amik befolyásolják ezt az illesztést. Aztán, hogyha hiba történik, akkor ez a regerror ezt a hibát lefordítja egy belső hibakódra, egy szöveges reprezentációra, illetve amikor már nincs szükségünk tehát több mintát illeszteni, akkor a regcomp eredetileg lefordított reguláris kifejezéshez felszabadítjuk a lefoglalt erőforrásokat ezzel a regfree hívással. Tehát ez az a szabvány interfész, amit ugye meg kell valósítani ahhoz, hogy egy POSIX kompatibilis implementációnk legyen. Mi van még, ami fontos? Ugye van egy ilyen grep programunk, ami erre épül, tehát ezt az interfészt használja. Ez egy parancsolós segédprogram, amely fájlokban keres illeszkedő sorokat a megadott mintára. Például ugye tipikusan meg lehet azt találni a log fájlok között, hogy egy adott IP címmel milyen hozzáférés történt. Ugye megadjuk az IP címet, az F kapcsoló az azt jelenti, hogy fix minta, tehát a pontot itt nem pontként fogja értelmezni, hanem saját magának pontnak veszi, és ezt rekurzívan keressük ugye az egész var per log könyvtárban. És akkor visszaadja nekünk, hogy ott a log bejegyzésekben milyen bejegyzés történt, tehát hogy mikor volt hozzáférés. Vagy szedjük ki a kommenteket a shell scriptből, hát ugye kell egy minta, ami a kommentekre illeszkedik. Ugye az lenne az, hogy a sor elején, ezt jelzi ez a kis pöcök, ez a anchor, amit az előbb megmutattam, és ugye ott van a komment jel, mert shell scriptekben ugye ez a kommentnek a jele, tehát ami ezzel kezdődik, az komment lesz. És itt most amit csinálunk, az, hogy a V kapcsolóval invertáljuk az illesztést, tehát most a grep pont azokat a sorokat fogja visszaadni, amik nem illeszkednek a mintára, tehát a nem ilyen kettős kereszttel kezdődő sorokat fogja visszaadni. A kis H pedig az azt jelenti, hogy ne írja ki a file nevet. Tehát akkor, ha ezt meghívjuk ezen a script.sh-n, akkor azokat a sorokat fogja kiadni, amikben nincsen, tehát amik nem kommentek. Jó, és akkor nézzük meg, hogy ha már tudjuk, hogy mi az a reguláris kifejezés, meg nagyjából mire jó, hogy működik. Ha le szeretnénk ezt implementálni, akkor hogy csináljuk? Hát ugye az általános megközelítés az egy automatával. Ugye, hát ezt ide betettem egy kis részt az automata elméletből, mert ugye lehetnek itt olyanok is, akik nem informatikával foglalkoznak úgy hivatásszerűen, meg egyébként is például a BSC képzésen nem volt automata elmélet, úgyhogy itt egy kis kitérő. Az automata az egy ilyen modell, ami egy állapotokkal rendelkező gépet modellez, és hát ezt ugye öt dolog
határoz meg egy automat, tehát ez a nagy Q, ez az állapotainak a halmaza, a különböző állapotai vannak, a nagy szigma az a bemeneti karakterek halmaza, tehát a bemeneti ABC, van egy deltánk, ami egy átmeneti függvény, ez egy adott állapothoz és egy bemeneti karakterhez definiál egy újabb állapotot. Tehát meg mondjuk A állapotban vagyunk, és jön egy B bemenet, akkor mondjuk azt mondja, hogy menjünk át a C állapotba. Ezt így kell elképzelni. A Q0 az a kiinduló állapotot jelenti, amelyikből elindulunk, az F pedig egy olyan állapot halmaz, amelyik elfogadó állapotok. Tehát, hogyha ezekbe érkezünk meg, akkor jól futott le ez az algoritmus, amit szerettünk volna. Tehát ez adott esetben azt jelenti, hogy ha ide érkezünk meg, akkor illeszkedik a reguláris kifejezés. Automatákból van determinisztikus, ami azt jelenti, hogy egyszerre egy állapotban tartózkodhat ez az automata, illetve van nem determinisztikus is, ami azt jelenti, hogy egyszerre több állapotban is lehet, és akkor ezek között ugye mindig párhuzamosan megy ide-oda. Ennek a két modellnek azonos a kifejező ereje, de mégis valamivel különböző adottságaik vannak. Ugye a nem determinisztikus automata, vagy röviden NFA-nak szokták rövidíteni, mint non-finite automata. Tehát igen, ez a lényeg, és ez párhuzamosan követhet nyomon különböző eseményeket, ezért egyszerűbb, könnyebben ugye meg lehet valósítani, kevesebb kódot eredményez, viszont hát ez lassabb, mint egy determinisztikus automata. A determinisztikusnak viszont hát nagyobb a memória igénye, pont azért, mert nagyon sok, tehát több állapota van, ugye nem párhuzamosan mennek ezek a dolgok, hanem hogyha egy NFA-t szeretnénk egy DFA-ba konvertálni, akkor azt triviálisan úgy kapjuk meg, hogy vesszük az NFA automata állapotainak az összes részhalmazát, ami kettő az n-ediken állapot lehet. Ez most más kérdés, hogy lehet, hogy a gyakorlatban nem fogunk, lehet, hogy gyakorlatban lesz olyan állapot, amiben soha nem jutunk el, tehát valószínűleg nem pont kettő az n-ediken, de egy ilyen worst case eset az lehet, hogy tényleg kettő az n-ediken állapotot eredményez. És hát ugye választanunk kell, mi a fontos, a teljesítmény, vagy inkább a memória használat, melyik legyen az elsődleges. Hát a teljesítménynél, hogyha azt választjuk, hogy az kevésbé fontos, ott az a baj, hogy például egy ilyen rekurzív grepes keresésnél, ugye ott az a hátrány, az minden egyes fájlon, ami az adott könyvtárban van, az felhalmozódik. Tehát, hogyha például volt ez a példa, hogy a logok között keresünk, akkor ott ugye nagyon sok fájlt átnézünk, lehetnek azok nagyon hosszúak, tehát akkor ez a hátrány, ez jól fel fog halmozódni, és hát lehet, hogy az már elfogadhatatlan lenne. Viszont, ha determinisztikus automatát választunk, ugye, tehát hogyha azt mondjuk, hogy a sebesség a fontos, akkor a memóriával lesznek gondjaink, és különösen ez azért is szignifikáns itt, mert a FreeBSD-t nagyon sokan használják beágyazott platformnak, tehát beágyazott rendszereken, ahol szűkösebbek az erőforrások. Úgyhogy mind a kettő fontos, erre jutottunk, tehát nem egyértelmű a választás. Viszont mindjárt megnézzük, hogy mit lehet tenni akkor, hogy mégis javítsunk egy kicsit a helyzeten. Először egy kis kitérő a grep felé. Ezzel 2008-ban kezdtem el foglalkozni, a Summer of Code programon keresztül. És hát akkor bizonyos tanulságok jöttek ebből. Ugye le akartuk cserélni a GNU grepet. Miért akartuk lecserélni? Egyrészt a licenc miatt. Hát ugye ez egy ilyen ellentmondásos kérdés, mert sokan azt mondják a BSD-sekről, hogy jaj, hát hogy ez micsoda trollkodás a licenszel, hogy ez miért ilyen fontos, hogy most GPL vagy BSD licenc. Hát azért fontos nálunk, mert nagyon sok az üzleti felhasználás, tehát nagyon sokan használják a FreeBSD-t beágyazott rendszereken és egyéb üzleti termékekben, tűzfalakon, ilyesmi. És nagyon sok ebből a visszaérkező hozzájárulás, mint támogatás formájában, mint pedig úgy, hogy fejlesztéseket visszajuttatnak hozzánk. És hát hogyha ugye ez GPL-es lenne az egész rendszer, akkor lehet, hogy ez elveszne. Tehát az is egy megközelítés, meg ez is,
Nem lehet azt mondani, hogy az egyik jobb, mint a másik, de mi ezen az úton haladunk, ugye nálunk ez működik évek óta. Igen, tehát ennyit erről, de nem csak a licenc indokolja ezt a cserét, hanem például a kódnak a minősége, ugye a GNU Grep-ből ragadtam ki ezt a részt. Ugye itt azt mondja ez a komment, hogy a reguláris kifejezésnek az implementációja az ugye így a stacket szépen megeheti, ezért ugye mit csinál a grep? Beállít egy kernel memory, egy stack limitet, attól függetlenül, hogy hol fut. Tehát ez nem egy ilyen feltételes dolog, ez így minden platformon le fogod futni. Akkor is, hogyha olyan GNU környezetbe fut, ahol tényleg fennáll ez a hiba, és akkor is, ha nem is. Tehát ez mindig lefut. És hát én személy szerint ezt, hát ugye nem is tudom, hogy érdemes erről beszélni, hogy ez egy jó dolog-e, vagy, tehát ezt én meggondolatlannak tartom. És hát szeretnénk ugye a BSD-be valami kisebbet, ilyen letisztultabb kódot, ami, hát ugye azt is hozzá kell tenni persze, hogy a GNU grep az hordozható, mi meg egy olyat szeretnénk, ami nekünk jól működik és nekünk optimális. Aztán ugye még van ez, hogy a kódnak a terjedelme, ugyanis a GNU grep az megkerüli a reguláris kifejezésnek az implementációját, tehát ugye azt ilyen automatának képzeljétek el, amit az előbb mondtam, ezt megkerüli, hogy gyorsabb legyen, és ilyen optimalizációkat alkalmaz. Ugye rögtön felvetődik a kérdés, hogy miért nem magát a reguláris kifejezéseknek az implementációját csináljuk hatékonyra, tehát miért nem az a C-könyvtár hatékony, miért kell ezt megkerülni? Mert ugye, hogyha eleve a gyökerénél oldanánk meg a problémát, akkor abból az összes többi program is profitálna, amelyik a reguláris kifejezéseket használja. Illetve maga az egész ugye konzisztensebb lenne, mert az ugye jobban illeszkedik oda az a kód, mint pedig egy ilyen kis ráépülő programban. De ugye azt is figyelembe kell venni megint, hogy a GNU grep az egy hordozható program, tehát ő nem tudja azt, hogy ott milyen C-könyvtár van, nem is tud belenyúlni, ezért, hogy mindenhol gyors legyen, ezt így tudja megoldani. Tehát ugye összegezve megeszi a memóriát is, ja, ez egy másik érv, erről konkrét panaszt is kaptunk ugye beágyazott rendszerek fejlesztőitől, mivel ez egy DFA implementáció, tehát ahogy az elején néztük, ez egy determinisztikus automatát használ, és ugye nagyon gyors, de mégis felfalja a memóriát. Tehát láttuk mindezt, hogy mi a különbség ugye DFA, NFA között, illetve láttuk, hogy lehet kicsit ilyen heurisztikákkal optimalizálni a teljesítményt, hogy megkerüljük kicsit az automatát, és akkor ebből jött az ötlet, hogy egy NFA elé tegyünk ilyen heurisztikákat, és akkor az NFA-nak a teljesítménybeli hátránya az mérséklődni fog valamelyest, viszont a memória használat az továbbra is kedvező marad. És a FreeBSD-nek a reguláris kifejezés implementációja viszont egyébként is megérett a cserére, mert ez egy nagyon régi kód, nem hatékony, nem karbantartott, ezt a fejlesztője is elismerte, hogy nem hatékony. Tehát igen, ez egyértelmű, hogy ezt le kell cserélnünk. Ugye mik a kitűzött célok, milyen lenne egy ideális implementáció, ugye legyen elfogadható licence, ez ugye nálunk azt jelenti, hogy BSD licenszhez hasonló, legyen jó a nyelvi támogatottsága, fogadjon el multibyte string bemenetet és write string bemenetet is, legyen hatékony, a kódja az ugye legyen olvasható, karbantartható, világos, ne falja fel a memóriát, ez ugye egy NFA implementációra sugal minket, hogy egy olyan legyen, legyen természetesen kompatibilis a POSIX szabvánnyal, és hát ugye, hogy ne a nulláról induljunk el, találtunk egy megfelelő jelöltet, ami a TRE implementáció volt, és akkor az jött, hogy ezt érdemes lenne a GNU grep ötleteivel optimalizálni. Nézzük meg akkor ezek mégis, mik ezek a konkrét ötletek, amiket a grep csinál. Egyrészt minimalizálja az elvégzendő műveleteket, például csak találat után izolálja a sort,
tehát nem foglalkozik a sorok határaival, hanem megkeresi, hogy hol van illeszkedés, és ha már talált egyet, akkor onnan visszább, illetve előrébb megy annyival, ahol van egy sortörés, és akkor úgy fogja kiadni nekünk azt az illeszkedő sort. Kivéve például azokban az esetekben, ahol számolni kell, hogy melyik sorban van az illeszkedés, ilyen például az N-kapcsoló. Aztán legyen az, hogy inkább tároljuk el a bufferünk hosszát, ahelyett, hogy ilyen null végű stringeket használnánk, mert akkor esetleg lehet nagyobbakat is ugrani abba a szövegbe, mintha null byte-okat használnánk, mert ugye, hogyha null végű stringet, tehát hagyományos C stringet használunk, akkor mindig nézni kell, hogy na, a következő sor az null byte-e már, és következő karakter az null byte-e már, tehát hogy van-e még, végigérünk-e már a stringen, nehogy túlolvassunk rajta, mert akkor ugye ottan csúnya hibák jöhetnek. És akkor így, ugye ez a null végű stringek használata, ez karakterenkénti feldolgozást igényelne. Viszont vannak nekünk olyan algoritmusaink, mindjárt látni fogjuk, amivel nagyobbakat lehet ugrani. Akkor ugye ezek az alapvető dolgok, és ezek mellé a GNU grep egy ilyen heurisztikát használ, amit úgy állapít meg, hogy a leghosszabb fix részt veszi a mintából, tehát a leghosszabb olyan részt, ami biztosan előfordul benne, mint fix szöveg. Tehát ez azt jelenti, hogy nem az ilyen, ami nem ilyen speciális karakter, hogy pont, meg karakterhalmaz, meg egyebek. És akkor, hát ha egy mintánk van, akkor a Boyer-Moore algoritmussal keresi ezt a fix részt, ami egy nagyon gyors, ilyen literális szöveg összehasonlító algoritmus. Több esetén pedig a Comments-Walter algoritmussal. Tehát ezek gyorsabb algoritmusok összességében, mint maga ez az automata, ami néztünk az elején. És hogyha talált egy ilyen potenciálisan illeszkedő részt, akkor azt az automatával még megnézi. De az már csak az adott kontextuson fog lefutni. Tehát a lényeg itt, hogy ugye ezek az algoritmusok hatékonyabbak, bizonyos potenciális illeszkedő találatokat visszaadnak, de azok nem pontosak, mert lehet, hogy többet ad nekünk vissza, lehet, hogy olyat is visszaad, ami a végén nem fog illeszkedni, de mégis nagyon leszűkíti ugye a bemeneti halmazunkat, és akkor már csak a potenciális találatokon kell meghívni az automatát. Hát ugye a grepnél ott sor alapú feldolgozás van mindig, mert ugye illeszkedő sorokat keresünk, ezért alkalmazható ez a módszer, amit most elmagyaráztam, mert mindig csak a sor elejéig kell visszamenni, és onnan nézzük az illeszkedést az adott sorra. Viszont ez nem mindig így van, mert most viszont egy általános reguláris kifejezés implementációról beszélünk. Ez nem feltétlen sor elepű alapú, csak akkor, hogyha ez a reg new line flag meg lett adva, amikor lefordítottuk a reguláris kifejezést. Ráadásul a POSIX API az korlátozó, mert ugye null végű stringeket használ, ezért rákényszerít minket arra, hogy karakterenként olvassuk a bemenetet. Ráadásul egyszerre csak egy mintát dolgoz fel. Ez ugye azt jelenti, ugye láttuk az előbb, visszamegyek egyet, hogy ha egy mintánk van, akkor Boyer-Moore, ha több van, akkor Comments-Walter algoritmust használunk, mert a Comments-Walter algoritmus az olyan, hogy több fix mintát kap, azokat feldolgozza, és megtalálja az első illeszkedést, bármelyikre való illeszkedést. Viszont a Boyer-Moore az csak egy mintával boldogul, és hogyha csak ez a Boyer-Moore algoritmusunk lenne, akkor ugye lehet, hogy egy mintára tök hatékonyan meg tudjuk találni az illeszkedést, viszont ahány mintánk van, annyiszor kéne azt lefuttatni. Tehát ez adott esetben az egész fájlnak mondjuk a háromszori végigolvasását is jelenthetni, ha három mintánk van. És akkor egy kompromisszumot kellett itt tenni, hogy most egy mintánál maradunk, csak erre optimalizálunk egyelőre. Lesz egy alternatív interfészünk, hogy ezt a null végű stringeknek a limitálását kikerüljük, és több stratégiát fogunk használni a hatékony illesztésre. Nézzük meg kicsit a fix mintaillesztést, mert ez alapja az egésznek. Ez tipikusan úgy működik, hogy a mintát a szöveg elejéhez illeszt, és hátulról kezd el összehasonlítani, majd ha talál egy eltérést, akkor előreugrik a szövegben.
ilyen a már említett Boyer-Moore algoritmus és variánsai. Ennek a Boyer-Moore algoritmusnak van kétféle mechanizmusa, amelyekkel ugrál előre. Az egyik a bad character shift, a másik a good suffix shift. A bad character shift az azt csinálja, hogy ha van egy eltérés, illetve ezt mindjárt mutatom inkább az ábrán, és még annyit, hogy van egy ilyen változat, hogy quick search algoritmus, amiknél csak ez az elsőféle mechanizmus van. Tehát hogy működik a Boyer-Moore algoritmus? Ugye nézzük először a good suffix shiftet, ugye az azt jelenti, hogy jó utótag. Ott látjuk, hogy elkezdi hasonlítani, ugye mint mondottam hátulról, tehát az M betűtől kezd el hasonlítani, és az M betű egyezik, az A betű egyezik, viszont ott nem B betűnk van, hanem V. De ennek ellenére az utótag, ugye az AN az jó. Innen jön az, hogy jó utótag, mert egy olyan részt kell keresnünk, ami nem V, viszont AN jön utána. Egy ilyen utótagot keresünk, és akkor ott pont van egy ilyen utána, hogy 3-mal, és akkor oda csúsztat. Tehát ez kiszámolható egy adott algoritmussal, de most nem részleteztem, mert nem ez a lényeg, csak hogy lássátok, hogy mégis hogy működik. Illetve a bad character shift, ott meg mindig a minta után itt nézi, és ott meg nem az utótagot, hanem a B betűt, a mintában lévő B betűt igazítja oda, ami mondjuk most ebben az esetben most pont ugyanúgy jött ki, és ezt a két mechanizmust használva mindig a kettőnek a maximumát fogjuk venni, és annyival léphetünk előre. Tehát itt látszik, hogy például most ilyen esetben már 3-at léptünk előre, és ugye, hogyha karakterenként kellene feldolgoznunk, akkor az rossz lenne, mert itt már eleve 3-at haladtunk. 3-at előre tudtunk ugrani. Tehát végül is, hogyha mondjuk csak ezt egy átlagnak vesszük, hogy 3-szor gyorsabban tudnánk menni, akkor az nyilván lényegesen hatékonyabb lenne. Ebből is látszik. Na és akkor általánosítsuk kicsit ezeket az algoritmusokat, mert ez ugye egy speciálisabb probléma. Itt lehet többféle bemenetünk, lehet ugye multibyte string vagy byte string, lehet, hogy kis nagy betű érzékeny, az is lehet, hogy nem. Lehet, hogy érdekel, hogy pontosan hol illeszkedik, vagy nem. Lehet sor alapú a keresés, vagy nem. És van ez a három karakter, ugye a két anchor, meg a pont karakter, ezek könnyen kezelhetőek, tehát jó lenne, ha ezt is bele tudnánk venni. És hát ezekben a dolgokban átvettem ötleteket Sean C. Farley-tól, aki a FreeGrep-en implementált le ilyen dolgokat, és kipróbáltam ezeket. Ugye még egy ilyen alapvető dolog, hogy a tipikus működés az úgy néz ki, hogy egyszer feldolgozzuk a mintát a reg-comp függvénnyel, amit láttunk az elején, majd utána többször próbálunk illeszteni. Ez azt jelenti, hogy ha az illesztés nem hatékony, az nagyon nagy probléma, mert az általában elég sokszor lefut. Viszont a feldolgozásnak a hatékonysága az már kevésbé számít, mert az csak egyszer fut le, tehát az nem fog annyit számítani. És akkor a lényeg, hogy inkább a feldolgozásban próbáljuk meg bevezetni extra lépéseket, és így csökkenteni magátnak az összehasonlításnak az idejét, mert akkor a végén sokkal jobban járunk. Például többféle bemenetre, hogy lehetne megoldást adni. Intuitív ötlet az első az, hogy mindig konvertáljunk egyikre vagy másikra, viszont ez ugye azt jelenti, hogy mindig akkor megkapjuk a bemenetet, akkor kéne konvertálni, ami nagyon sok nagyon sok művelet lenne. És egy másik megoldás pedig az, hogy a mintát tároljuk el és dolgozzuk fel két formában, és akkor mindig amilyen bemenet jön, ahhoz fogjuk elővenni a már eltárolt és feldolgozott adatokat, és itt csak a feldolgozásnál lesznek extra lépéseink. Viszont ugye láttuk ezeket az ugrásokat, hogy adott karakterhez mennyit ugrunk. Ezt általánosan egy tömbben szoktuk eltárolni, ahol a tömb indexe maga a karakter. És most ez addig működik, amíg ugye angol ABC-nk van, ugye egy normál C-lokál beállítás. Viszont ha már white karakterekkel dolgozunk,
azok általában 4 byte-on vannak eltárolva, mert ugye logikusan a Unicode támogatáshoz mindenképpen minimum 4 byte kell. És ez ugye azt jelenteni, hogy 2 a 32-en byte-nyi helyre lenne szükségünk, ha ezt tömbbe akarnánk megcsinálni, ami több mint 4 gigabyte. Ezért jött itt az az ötlet, ami így úgy tűnt, hogy bevált, hogy használjunk egy hash táblát, ami, hát hogyha jól a megvalósítása, akkor még így is hatékony lesz, mert gyorsan elő lehet keresni ezeket az ugrási értékeket belőle. Aztán vannak ezek a speciális karakterek, hát ugye a két anchor, az csak egy-egy ellenőrzést igényel, hogy az elején vagy a végén vagyunk-e a mintának, ahol van illeszkedés. Illetve a port karakter az könnyen adaptálható a Quick Search algoritmussal. Hát csak annyi a konzekvenciája, hogy kisebb lesz a maximális ugrás az utolsó ponttól függően. Tehát, hogy nem tudunk annyi sokat ugrani, és csak az összehasonlító kódot kell ezen kívül módosítani. Ez is ugye Sean C. Fallinak az ötletéből jött, és anno a Free Grabben ott gyorsabb lett tőle sokkal. De ezt tulajdonképpen átugrom, mert ezek annyira nem lényegesebbek, kevesebb az idő. Na tehát végül is általánosítottuk ezeket a fix illesztési algoritmusokat, és akkor nézzük meg, hogy használjuk fel ezeket különböző heurisztikákkal. A logikus, ugye van, ami a már a GNU Grabben volt, hogy a leghosszabb fix részt vesszük, ugye például itt van ez a int32t a példában, de ahogy már említettük, ez csak akkor működik, hogyha sor alapú feldolgozásunk van, mert általános esetben ugye egészen az elejéig végig vissza kéne menni, tehát nem mondhatjuk azt, hogy csak a sor elejétől kell nézni. Aztán akkor a másik leglogikusabb ötlet, hogy legyen egy prefix heurisztikánk, tehát hogy csak az elején a fix részt vegyszük, mert az már behatárolja, hogy honnan lehet esetleg illeszkedés. Viszont ha ilyen ismétlődések vannak a mintánkban, a végén, akkor onnan, ahol meghívjuk, onnan lehet, hogy az automata nagyon sokáig fog futni, úgyhogy az meg olyan szempontból nem feltétlen előnyös. Akkor mivel a fix algoritmusunk már pontot is tud kezelni, lehetne azt, hogy amíg ez egy ilyen fix hosszú szövegrészletet jelöl ki, addig azokat a részeket, ami ott változhat, ponttal helyettesítsük. Például itt az 1-3 közül lehet ugye az egyik szám, ahelyett berakunk egy pontot, meg a 6-2 helyett is berakunk egy pontot. És akkor ez már kijelöli a kontextus elejét, meg a végét is, viszont az ugrásainknak a maximális ugrásunk az lecsökkent a pont miatt. Ugye ezt ki kell próbálni a gyakorlatban, hogy ez hatékony-e. Aztán még egy lépéssel tovább mehetünk. Egy ilyen úgynevezett heurisztika tömböt csinálhatunk belőle, amikor az összes fix részt kiszedjük, és ezeket keressük egymás után. Ez már akkor is működik, ha nem fix hosszú a szövegünk, és behatárolja az elejét meg a végét, ameddig lehet. Kérdés, hogy legyen-e benne pont vagy ne. Ugye prefix az mindig kell, hogy meghatározza a kontextusunknak az elejét, hogy honnan kell nézni az illeszkedést, mert az fontos, hogy ne az elejéről nézzük. És még esetleg lehet az, hogy a köztes részek közül csak a leghosszabbat vesszük. Tehát, hogy mindig próbáljunk a legtöbbet ugrani. Ugye mi lett ebből a gyakorlatban, ami kijött? Hát az, hogy mindig a MOHO megközelítés működött, tehát mindig arra kell törekedni, hogy a legnagyobb ugrásokkal menjünk végig a szövegen, tehát például a heurisztika tömnél az például akkor egy jobb dolog, ha a köztesek közül csak a leghosszabbat vesszük. És tehát akkor inkább heurisztika legyen szimplán, mint pontot tartalmazó minták, mert azok lecsökkentik az ugrást. És vannak még nem kipróbált ötletek, például, hogy ez a kis nagybetű trükk, ez a gyakorlatban jobb, és ha igen, akkor mikor? Illetve még lehet azt is, hogyha nincs utótagunk, akkor is próbáljuk meg kiszámolni a host, hogy lecsökkentsük ezt a kontextust olyan kicsit, amilyet csak lehet. Illetve ugye a profiling eszközökkel jó lenne még megnézni, hogy
melyek azok a részek, amelyek a legtöbb futási időt elveszik, és akkor ezeket talán jobban kioptimalizálni. Jelenleg úgy áll a dolog, hogy lefordul a könyvtár részeként, működik az illesztés, heurisztikák is nagyjából működnek, tesztelés még az kell azért. A távlati tervek között van, hogy a FreeBSD-ben ezt mindenképp fel akarjuk használni, de jó lenne ugye az eredeti TRE könyvtárhoz is visszajutatni ezeket, és a szerzővel egyeztetni, hogy hogyan lehet ezeket belevenni, mert ja, ezt nem tettem bele ugye egyébként méréseket, mert még nem nincs kész a dolog, de jelenleg sok mintával ilyen 40-80% közötti gyorsulást lehet mérni. Illetve szeretnénk belerakni gén uszintatik a támogatást, és jó lenne megvizsgálni a ráépülő programokat, hogy esetleg ebből további trükköket tudnánk találni, hogy hogyan lehetne meggyorsítani ezt az egész dolgot. Valamint ugye azt néztük, hogy ha több mintánk van, akkor tudnánk hatékonyak lenni, hogy azokat egyszerre dolgozzuk fel, és a Comments-Walter algoritmussal közelítjük az egészet. Sokkal bonyolultabb és sokkal több a hiba lehetőség, de esetleg még egy alternatív interfésszel meg lehet ezt csinálni, de akkor ugye megint eltérnénk a szabványtól, de legalább hatékonyabb lenne. A kód, ami jelenleg kész van, ez ugye a FreeBSD-nek a Subversion repozitoriában megtalálható, ott az én privát könyvtáramban a TRE Integration könyvtár alatt, illetve ott van a BSD-grep-nek a jelenlegi legújabb verziója is, ami ezzel folyamatosan fejlődik, és egyszer remélhetőleg majd ez optimálisan fog működni a kettő együtt, és hasonló hatékonyságú lesz, mint a GNU grep, de ugye az lesz a nagy különbség, hogy nálunk ezek az összes optimalizáció, ez a reguláris kifejezéseknek a megvalósításában lesz, nem magában a grepben, így az összes többi ráépülő program is profitálni fog belőle, és egyébként úgy tudom, hogy ilyen még ilyen általános implementáció nem született, ami ezeket ilyen transzparens módon valósítja meg. Köszönöm a figyelmet, és akkor esetleg még kérdéseket most lehet feltenni, hogyha vannak. Jó, igen? Tehát ugye egyik fő szempont, hogy ne karakterenként kelljen felbújtaszolni. Igen. Mennyire megvalósítható akkor, hogyha multipászolva van, ahol az, hogy egy karakter hány bájt, az nem is tudom, mi a jól el. Tehát diába tudom azt, hogy még 10 karakterként elbújtam, hogyha az nem feltétlenül, hogy ez 10 bájt, akkor mégiscsak végig kell használni bájt, hogy nem is karakterként. Ez egy jó kérdés, igen. Hát a POSIX szabvány azt mondja, hogy a reguláris kifejezéseknél nem a karakterek jelentésére törekszünk, hanem az karaktereket ábrázoló byte sorozatra. Tehát mondjuk egy A betű, hogy az egy A betű Unicode-ba, vagy egy A betű és még egy kombinációs karakter, ami rárakja az ékezetet, az nekünk végül is mindegy. Ahogy a mintában adtuk meg, úgy lesz illesztve a bemenetben is. És ugye pont ezért elég, hogyha bytonként összehasonlítjuk. Tehát azzal nem kell ilyen szempontból törődnünk, mert úgy lehet kezelni ezeket a fél karaktereket is tulajdonképpen, mintha normál karakterek lennének emiatt. Magyar nem is karakterekkel ez definiálva, mint a netbáron? Végül is ezt is mondhatjuk, de az meg egy másik kérdés, hogy akkor most, ha nem érvényes bemenetet adunk meg, tehát olyat, ami mondjuk fél karakter van benne, meg ilyesmi, hogy az illeszkedjen-e vagy ne, hát esetleg az is, ez végül is implementáció függő lehet a szabvány szerint, az én olvasatomban legalábbis, pont ezért, mert ezt mondja. Viszont mivel itt eltároljuk a mintát multibyte, meg white stringként is, ezért nyilván a white string konverziónál ott lesz egy ilyen validálás az elején, és hogyha olyan mintát adunk meg, ami nem is jó, mert ilyen fél karaktereket tartalmaz, akkor már az elején megállunk. Viszont, hogyha jó a minta, akkor működni fog ez az egész úgy is, mintha csak karakterenként tekintenénk azokat a bájtokat. Pont azért, mert ugye az normál A betű, meg az A plusz kombinációs karakter, az
emiatt nem ugyanaz, tehát azt nem kötelező neki ugyanannak megtalálnia. Hát akkor ugye a Unicode-nak vannak ilyen normalizációs szabványai és dolgai, akkor ugye mind a kettőt normalizálni kellene, mielőtt meghívja rajta ezt az illesztést. Tehát a mintát is, meg a bemenetet is. Ez lehetne például egy megoldásra. Hát, hogy a mintát tekintenénk úgy, hogy most akkor ott megnézzük, hogy van-e benne kombinációs karakter, meg ilyesmi? Igen, tehát beleszúrjuk a mintát a kombinációs. Hát, talán lehetne ilyet csinálni, de igazából ez nem is szempont, mert az, hogy a szabványjal kompatibilisek legyünk, ahhoz nem kell, hogy az egyféle karakternek a különböző ábrázolásait ugyanúgy megtalálja. Tehát emiatt nem kell ezzel foglalkoznunk. Aztán felhasználói szemszögből persze az lehet egy probléma, hát akkor normalizálni kell a mintát. Jó, még kérdés? Akkor köszönöm a figyelmet.